Ezerarcú Tudatosság Podcast. Beszélgetések Csattos Ilonával. Élet testi és lelki egészségben, módszerek és technikák nélkül tudatosan, a jelenben kiteljesedve. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntünk benneteket. Én Veres Paula vagyok, és ismét Csattos Ilonával, Ilikével beszélgetünk az Ezerarcú Tudatosság podcast sorozatunkban. Szia, Ilike, nagyon örülök, hogy újra itt vagyunk. Szervusz, szervusztok. Ahogy az adásaink mennek, és sokan hallgatnak bennünket, nagyon izgalmas visszajelzések jönnek, biztos, hogy hozzád is eljut néhány. Nekem az egyik legizgalmasabb az volt, amikor azt mondta valaki, felhívott, hogy hallgat bennünket, hallgat téged, és hogy milyen érdekesen fogalmazol. És ez úgy meg is ütötte a fülemet, hogy te tudod, hogy milyen érdekesen fogalmazol másként? Érdekesnek tűnik valóban, de nem érdekes a megfogalmazásom, hanem szokatlan. Tehát abból a szempontból szokatlan, ahogyan magyarázok, azt próbálom az emberekhez eljuttatni, hogy semmi nem úgy van, ahogyan hiszik, tehát nem lehet a szokásos módon magyarázni. Mert hogyha a szokásos módon magyaráznám, akkor nem jutnánk előbbre. Tehát valójában onnan indulok el, hogy mindig minden fordítva van. Az én életemben is ez adta a legelső olyan megnyílást, nyitást, amikor rádöbbentem arra, hogy a dolgok nem is úgy vannak, ahogyan az én gondolom, meg ahogyan én hiszem, hanem egy ilyen nagyon érdekes, ilyen megdöbbentő volt számomra is, amikor így megláttam hirtelen, hogy valójában minden fordítva van. És ugye elég nehezen jutottam el most ide ehhez a szóig, hogy körbe magyarázzam megint csak, hogy minden fordítva van, és hogy van minden fordítva. Tehát amikor beszéltünk már arról, hogy amit gondolunk, az nem a valóság, hiszen az csak egy elképzelés, és még fogunk is majd a gondolatról, meg a gondolkodásról beszélni, hogy mi a különbség közötte. Tehát a fordított az az, hogy az ember az érzelmeit éli, és amilyen érzelmeket megél önmagán belül, azt hiszi, hogy az amiatt van, ami éppen aktuálisan történik vele. Vagy készül valamire, és mondjuk megjelennek benne félelmek, izgatottság, izgalom, de most negatív értelemben mondom, izgulás és félelmek. Tehát azt hiszi ilyenkor mindenki, hogy attól fél, ami majd következni fog. Illetve belekerül valaki valamilyen élethelyzetbe, szituációba, és nagyon rosszul érzi benne magát. Azt hiszi, hogy attól érzi rosszul magát. Tehát én nem tudom, hogy ragozzam-e még, fokozzam-e még ezt, de tehát arról van szó, hogy ez csak egy gondolat, ezt hisszük, tehát beépült a hitrendszerünkbe, a gondolatvilágunkba, de valójában, hogy hogyan van akkor fordítva? Tehát úgy van fordítva, hogy nem attól érezzük rosszul magunkat, ami éppen aktuálisan történik, vagy ami majd történni fog, hanem az, amit tervezünk, vagy amibe belekerültünk, beindítja a szokásos érzelmi reakciónkat. Ez az agyunknak egy reakciója, amivel nem tudunk mit kezdeni, mint ahogy már máskor is beszéltem róla, egy picike terület, ami szokás szerint olyan érzelmekkel reagál, ami számunkra nem jó. Tehát készülsz valamire, készülsz egy kirándulásra, kiderül, hogy hová fogtok menni, hányan mentek, nagyon jó lesz, és hirtelen kiderül, hogy ott lesz valaki, akivel te nem szívesen találkoznál. Na de, és abban a pillanatban már rosszul is érzed magad, mi fog történni, lebeszéled magad arról, hogy elmenj erre a kirándulásra, hiába lesz ott az összes többi ember, akiket szeretsz, ott van egy valaki, akivel nem akarsz találkozni. És mit hiszel? Azt hiszed, hogy ez az egy személy most elrontotta a te szórakozásodat, megakadályozott téged abba, hogy oda menje, de valójában ki érzi rosszul magát. Te érzed rosszul magad, és te döntötted el, hogy nem fogsz menni kirándulni. Tehát ő csak a te rossz érzésedet indította be. Tehát mindig bármilyen élethelyzet van,
bármilyen szituációba kerülünk, kerülsz, az azt jelenti, hogy az csak beindít benned egy érzelmi reakciót, ami a te szokásos védekezésed. Tehát mondhatnánk azt is, hogy az agyunk védekezik, hogy az, ami már számodra valamikor rossz érzéssel, traumával járt együtt, rosszul éltél meg valamit, akkor nehogy újra megismétlődjön, tehát azonnal rosszul érzed magad, tehát beindítja benned a szokásos rossz érzéseket, aminek pontosan az a célja, hogy ne menj olyan helyre, ahol majd megint rosszul leszel. Na de közben jól beleszel csapva önmagad által, mert hogy sajnos az egész életünket határozza ez meg. És persze, hogyha most valaki azt kérdezi, vagy azt mondja, hogy miért beszélek ilyen furcsán, hát soha, de soha nem gondolt senki arra, hogy nem az a hibás, akit ő éppen abban a pillanatban gyűlöl és utál, vagy akiről azt hiszi, hogy őt most bántja, hanem pontosan azért történik ez az esemény, azért jelent meg ez a személy, hogy felismerd magadban ezeket a rossz érzéseket, mert hogy nem csak attól akar megvédeni az agynak ez a működése, amit te már az életed során tapasztaltál és megéltél, mert lehet, hogy a legelső kirándulásnál történik meg, és aztán egy idő után már azt mondod, hogy te utálsz menni kirándulni, mert el is felejted, hogy akkor csak egy személy miatt nem mentél el. Hanem ez egy olyan szokásos rossz érzés, amit aztán később minden kirándulásra rávetítesz. Tehát nem az a probléma, ami történik, hanem az, ahogyan érzed magad miatta. És ugye, amikor a gondolatokról beszélünk, akkor itt semmi más nem történik, csak gondolsz valamit arról, amit te elképzelsz. Tehát a helyzetről. És nem látod, hogy ez nem a többi ember által létrehozott problémás élethelyzet, hanem te éled meg ezeket a problémákat, problémának. Mi, amikor itt beszélgetünk, ez egy esős csütörtöki nap, és amikor esik kint az eső, vagy ilyen borúsabb idő van, akkor sokan mondják, hogy fú, most ilyen depi vagyok, most rossz kedvem van, most szomorú vagyok, mert ilyen az idő, mert hogy ilyen az időjárás, kinézek, és szürke minden, és ez úgy lenyom, meg lehúz. De hogy most hallgatlak, akkor ez is fordítva van, és valójában sem egy rossz időjárás, idézőjelben rossz időjárás, sem egy szürke idő valójában nem okozója annak a rossz kednek, amit éppen produkál valaki magának. Most megint mondok egy furcsát. Valójában minden értünk van. Minden, ami zajlik körülöttünk a világban, azt a célt szolgálja, hogy ráébredjünk ezekre a rossz érzésekre, amik bennünk zajlanak. Hiszen az időjárást nem lehet megváltoztatni. Az időjárással nem lehet mit tenni. És hogyha valaki rosszul érzi magát miatta, akkor nem tudja az időjárást okolni, mert hát az csak történik. Tehát esik az eső, süt a nap erősen, vagy éppen kinek mi a baja vele. Mindenkinek megvan, hogy mit nem szeret belőle. De ez pontosan ugyanarról szól, hogy csak azt kellene felfedezni benne, hogy tényleg hogy érzem én magam ettől? Tényleg ettől érzem rosszul magam, vagy ez az én rossz érzésem? És ha az időjárásnak megengeded, hogy legyen olyan, amilyen, akkor a te rossz érzésed is el fog múlni. Tehát ez egy védekező mechanizmus, ami nem szűnik meg csak úgy magától. Tehát nem fog elmúlni, nem fog megszűnni. Újra és újra mindig minden élethelyzet, amit védekezéssel él meg az agyunk, és megjelennek ezek a reakciók, mind beépülnek, gondolatokká válnak, és ezeket gondoljuk, ezen gondolkodunk, és már előre meghatározzuk, hogy nem akarok oda menni, nem akarok így élni, nem akarok ilyen lenni, nem akarok olyan lenni. Tehát elindulnak azok az ellenállások, amik valójában védekezésnek indulnak, hogy nehogy belekerüljünk, még egyszer mondom, egy olyan élethelyzetbe, amiben esetleg majd nem érezzük jól magunkat, de valójában kizárjuk magunkat abból, amit el akarunk érni. Az élvezetből, hiszen egy jó kirándulást kihagyni csak azért, mert van bennem egy rossz érzés, mert ott lesz valaki, hát elfogadom, hogy ott van, és
persze itt jön az elfogadásnak az a kérdése, hogy mit jelent az elfogadás. Tehát az elfogadás nem azt jelenti, hogy beletörődök mindenbe, ami nekem nem jó, hanem elfogadom, hogy ez a helyzet megtörtént, elfogadom, hogy ott lesz az a valaki, de nincs vele dolgom. Tehát nekem nem azzal kell foglalkozni, hogy ki van ott, vagy ki nincs ott. Beszélgessek azzal, aki ott van, akit szeretek, aki szeret engem, és élvezzem azt a helyzetet. És természetesen ezt le lehet nagyon bontani az élet minden területére. Ez nem csak a szabadidőnkben történik így, hanem bizony a munkánkban, a családunkkal, a szülő-gyerek kapcsolatban, a párkapcsolatban, és aztán természetesen ezek azok a negatív érzelmek, amiket így védekezésképpen élünk meg, amik aztán befolyásolják még a testi egészségünket is. Nagyon kíváncsiak sokan arra, és most csak így az ő kérdéseiket is ide kihangosítom, hogy te ezt hogyan kezdted el így élni, és azért úgy kérdezem, hogy hogyan kezdted, mert hogy te ezt most már éled, és azt tanítod, amit tulajdonképpen élsz a mindennapokban, de hogy neked hogy volt ez az átalakulás, átmenet, nem is tudom, mi erre a jó szó. Hát lehet azt mondani, hogy szinte észrevétlen, hiszen egy folyamatban voltam benne, egy olyan folyamatban, mint ahogy már beszéltem is róla, hogy kerestem én is a megoldásokat, szerettem volna boldogabb lenni, szerettem volna, ha megszűnnek a problémák, és természetesen sokkal személyesebbé vált ez az egész, amikor rádöbbentem pontosan arra, hogy nem mások a hibásak, hogy nem kell mást okolnom. Nem mások miatt érzem rosszul magam, nem amiatt érzem rosszul magam, mert mondjuk a főnököm most éppen bal lábbal kelt fel. Nem attól érzem rosszul magam, hogy most a párom valamit másképpen akart tőlem, mint ahogyan történtek a dolgok. Vagy nem kell rosszul érezni magam attól, hogy a gyermekem most az iskolában éppen úgy van, ahogyan van. Tehát nem... Ezek nem azért történnek, hogy én rosszul legyek. Tehát értem van minden, hogy felismerjem, hogy mind bennem zajlik ez a folyamat, és már ugye láttam az életemet, hogy hogyan teremtettem magamnak pontosan ezen keresztül, hogy az érzelmeim, ahogyan lereagáltam a külvilágot, hogyan alakították az életemet. Tehát amikor rádöbbentem erre, hogy nem mástól és nem másoktól érzem rosszul magam, akkor egy teljesen más módon kezdtem figyelni magamra. Játszottam is egy ilyet, de az a helyzet, hogy senki nem vette komolyan. Volt, most nem nevezem meg, hiszen a vedd észre online programomban gyönyörűen elmagyarázom ezt. Most csak megemlítem, hogy volt férfi és nő körülöttem, akinek szintén elmondtam, hogy ő is azt nézze meg, hogy én mit indítok benne, hogy ő is ráébredjen, ők is ráébredjenek arra, hogy nem én miattam érzik rosszul magukat, nem én vagyok az oka annak, hogy bármi bajuk van. És én ezt figyeltem nagyon sokáig. Hát, hogyha 3 évet hosszú időnek lehet nevezni, bizony 3 éven keresztül zajlott ez a folyamat bennem. És nem jelenti azt, hogy korábban már nem láttam, de nem hagytam abba. Muszáj volt, minden pillanatom erről szólt. És mindig ezt mondom az embereknek, ha egy picit is kitartanának abban, hogy ők sokkal fontosabbak maguknak, mint az, hogy a problémákkal foglalkozzanak, akkor nekik nem telik 3 évbe, hanem hiszen én nagyon gyors segítséget tudok most már adni, mert nekem ennyi év kellett, hogy aprólékosan, lépésről lépésre mindent fölismerjek, meglássak, és tényleg ráébredjek, hogy én teremtem a magam valóságát. Én hozom létre a problémáimat, én hozom létre másokkal való kapcsolatomat, én hozom létre a testi egészségemet, mármint annak a fájdalmát, hogyha nem érzem jól magam,
és ez valami csodálatos volt. Tehát amikor így rádöbbentem, így erre határozottan emlékszem, így az utolsó ilyen hatalmas nagy felismerés, ami nem csak egy ilyen fölismertem valami dolog volt, hanem mintha így a szívemből kiszakadt volna valami, minthogyha egy hatalmas kőteher ment volna le rólam, ilyen könnyedség, ilyen végtelen hatalmas szeretet. Akkor szerettem legjobban életembe talán a páromat, a gyerekeimet, és mindenkit, aki körülöttem volt, de leginkább azt mondanám, hogy az életemet. Tehát ez volt az, amikor úgy átsugároztam önmagamon, és már nem volt kérdés. Tehát ez a ráismerés, hogy fordított világban élünk, és természetesen aztán jött tovább, hogy oké, hogy minden fordítva van, de abból ráadásul semmi nem igaz. Pont mondhat ez az a mondat, ami megjelent bennem, ahogy az előbb hallgattalak, még jó pár évvel, sok-sok évvel ezelőtt, talán még amikor az első években hallgattalak téged az egyik programodon, mondtad ezt a mondatot, és tudom, hogy sokaknak, de akkor nagyon magaménak éreztem, hogy egy problémám van, hogy elhiszem azt, amit hiszek. És nekem ez volt az egyik, ami annyira tényleg így a szívemen át, mindenemben áthatolt, hogy annyira felébresztő volt, hogy egyszer onnantól kezdve nem lehetett már ugyanúgy. És hogy beszélgettünk erről, de engem nagyon érdekel, és szerintem sokakat most, hogy van az, hogy semmi nem igaz, meg hogy minden fordítva van? Hát az, hogy minden fordítva van, ugye az előbb elmeséltem, és mivel az érzelmeink eredménye, az érzelmeinkből fakadnak a gondolataink, az érzelmeink, és az érzelmeinkből fakad természetesen a figyelmünk, és az érzelmeink fogalmaztatják meg velünk a szavainkat, és az érzelmeink által tesszük a dolgunkat. Na de milyenek ezek az érzelmek? És hogy semmi nem igaz belőle, az azért igaz, mert ezek az érzelmek, amikből fakad minden, amit itt az imént felsoroltam, azok az érzelmek már eleve nem a valódi érzelmeink, amit megélünk. Ezek öröklött viselkedés minták, amihez kapcsolódnak az érzelmek. De hát ugye ezeket a mintákat nagyon sokféleképpen magyarázzák nagyon sokan. Én még most mindig nem megyek bele részletesen, de egyetlen egy dolgot most így a kérdés kapcsán muszáj, hogy megemlítsek. Összesen kettő minta alapján éljük az életünket. És sokan azt mondják, hogy oké, de mi van azokkal, akiket nem a szülei nevelik, akik mondjuk állami otthonokban nevelkednek. Hogy lehet azt mondani, hogy mégis kettő minta határozza meg minden ember életét? A kettő minta az, amikor a DNS-en keresztül örököljük a szüleink viselkedés mintáit, és viccesen szoktam mondani, hogy a szüleink éppen abban a pillanatban, amikor megalkotnak minket, most ilyen szépen fogalmazok, nem igazán foglalkoznak azzal, hogy most mit örökítsenek tovább. Tehát ez egy teljesen természetes folyamat. Évezredek óta, ahogyan az öröklődés, tehát ahogyan a nemzedék utánpótlás, nagyon csúnya így megfogalmazni, de ahogyan a népességről gondoskodik automatikusan, ösztönösen az ember, meg is határozza, hogy a folyamat hogyan ismétlődik, hiszen minden előző nemzedék, vagy hát minden nemzedék adja tovább a következőnek. És ezek kémiai, biológiai folyamatok, ami ellen nincs mit tenni. Úgyhogy az érzelmeink azok 100%-ban öröklődnek. Természetesen a DNS-ek szintjén jelenlévő minták, azok ugye viselkedésé válnak születésünk után, látjuk a felnőttek viselkedését, tehát nem feltétlenül fontos csak a szüleink viselkedését látni, bármelyik felnőttét láthatjuk, hiszen sejtszinten beépültek ezek a viselkedés minták,
És nem tud hozzá kapcsolódni más érzelem, mert a minta az azzal együtt jár, tehát az érzelemmel együtt kapcsolódik, és amikor a világra jövünk, és elkezdjük a világot megismerni, akkor úgy tűnik, hogy ellenállunk a szüleinknek, meg ellenállunk a felnőtt világnak, és ezt én is így szoktam elmagyarázni, mert így lehet a legjobban megérteni, hogy mit teszünk magunkkal majd későbbiekben, de nem ez a teljes igazság. A teljes igazság az, hogy amit örököltünk, mintákat és érzelmeket, az agyunk pontosan azzal fog védekező mechanizmust produkálni, reagálni. Tehát mivel fogalmunk nincs arról, hogy mi a jó és mi a rossz ebben a világban, világra jövetelünk után, mégis tapasztaljuk a jót is, meg a rosszat is. Mert az érzelmek irányítanak. Tehát amikor tényleg ellentmondás nélkül benne vagyunk egy olyan élethelyzetben, amit élvezünk, jól érezzük benne magunkat, az teljesen természetes, de aztán megjelennek a rossz érzések, amiket mindenki el akar tüntetni, meg akar tőle szabadulni, és sajnos egy életen keresztül kíséri végig az ember ezzel az egyszerűséggel. Tehát abban, hogy nem érzi jól magát, csak ennyi. Tehát ennek van szerepe. Tehát, hogy nem igaz az életünk, az azt jelenti, hogy azok az érzelmek, amik valójában csak egy öröklött minta alapján jelennek meg bennünk, irányítanak minket, tehát téged ezek az érzelmek irányítanak, akkor hogy lehetnél te önmagad? Tehát, hogy fogalmat sincs arról, hogy te milyen lennél. Fogalmat sincs róla, hogy hogy alakulna az életed, hogyha nem ezek az érzelmek irányítanának. Tehát így visszatérve még a beszélgetésünk elejére, hogy miért is furcsa, amit mondok, hiszen ez is eltér a megszokottól. Tehát ahhoz, hogy egy ember a valódi életét felismerhesse és meglássa, el kell, hogy térjek a szokásos mondani valóktól, és el kell magyaráznom, hogy hogy van másképpen. És bizony szokatlan az emberi fülnek, szokatlan az elmének, mert amikor azt mondja valaki, tehát valakinek egy orvos, mert beteg, hogy küzdjél, harcoljál a betegség ellen, és fogalmuk nincs róla, hogy pont az ellenkezőjét teszik, mint amit kellene. Hú, ez nagyon izgi, ezt most én mondom, hogy nagyon izgalmas, és erről foglak még kérdezni később. Viszont ugye onnan indultunk, hogy milyen érdekesen és másként fogalmazol mindazokról, amik ugye mondhatom azt, hogy a mindennapjaink részei. Úgyhogy így hívom is a hallgatóinkat és a nézőinket a következő adásban is tartsatok velünk, mert hogy folytatjuk ennek a nagyon izgalmas és tényleg érdekes témának a kibontását. Sok-sok mindenről fogom legközelebb is kérdezni Érikét. Köszönjük, hogy itt voltatok, iratkozzatok föl, kövessetek bennünket, és gyertek, figyeljetek másként ti is. Sziasztok! Sziasztok! Változtatni szeretnél az életeden? Jelentkezz Csattos Ilona online vedd észre alapprogramjára. Előadásait megtalálod a Facebookon, Instagramon és YouTube-on, valamint a csattosilona.hu weboldalon.